Most mi zajlik? Hát a... Nem tudom, te füstölsz az acot, elvileg itt mögöttem, azért jöttünk ide. Kiadtunk egy szakácskönyvet, a menüt, és úgy éreztük, hogy még van bennünk, ezért vidéki és külföldi ismerőseink az étellel kapcsolatos utazásait szeretnénk feltérképezni. Hát ez nekik munka, nekünk szórakozás. Spontán történik minden. Fontos szerintem, hogy milyen sztori van mögötte. Embereket keresünk meg, én időkapszulának hívom. Barátilag veszünk részt az aktuális alkotó napjában. Akár olyan szinten is, hogy segítünk előkészíteni az ételeket. Kiútkeresős igazából, hogy el lehet menni Budapestről, el lehet menni 30 km-re horgászni, meg el lehet menni 1300 km-re lazacot füstölni. Több mint szakácskönyv, mivel hogy embereknek az életét mutatja meg különböző életképeken és recepteken keresztül. Tehát történetmesélés és kor lenyomat egyben. Nem ilyen hatalmas nagy megmondások, amik benne vannak, vagy benne lesznek, de mutatnak lehetőségeket, vagy alternatívákat arra, hogy így hogyan lehet szeretni az életet, és nem otthon puffogni azon, hogy ott rossz. Azt hiszem, hogy sikerül elkapni a pillanatot.